Nem, nem és nem. Nem, nem azért van egy darab kontroller, mert nincsenek barátaim. Nem, ez egy hazugság. Be is fogom bizonyítani. Jenes Anyika, le ezt a Johnny Cage-el. Így. De mi nem vagy, Sanyika, megint kikaptál. Zsándor, megint mit csinálsz? Na, srácok. Haladás van, meg kupleráj. Meg kupleráj van, hogyha valamit építünk. Mivel haladtunk, el szeretném mondani. Kimartam azt a részt, ami be helyet fog kapni a stick. Most már ugye MDF-ből van, és ez a stick lett belemarva ide. Így teljesen pontosan integrálva, ami azt jelenti, hogy mindjárt megmutatom, vagyis megpróbálom, így alulról fogjuk belefogatni, és teljesen síkba lesz gyakorlatilag ezzel a lappal, és ugye ez is fekete lesz, emiatt gyakorlatilag így bele fog ivódni. Ugye most már az MDF-ből van, így le van gömböidve, úgyhogy marha jó, meg stabil, mint a forint. Várjatok, ezt ide rakom addig. És egyébként ez kivehető, később lehessen alakítani rajt. Ez ugye, ez így nem mozog abszolút, mármint így húzom, viszont hogyha így veszi ki az ember, akkor ki lehet venni. Amiatt, mivel ott egy léc, amelyik ugye ide beleütközik, tehát nem lehet kivenni. Na, egy kézzel megpróbálom megmutatni, hogy hogy fog kinézni ezzel a stickkel. Itt por van meg rendetlenség, úgyhogy ne nézzetek körül. Na, így fog kinézni. Ugye ez teljesen pontosan így illeszkedik bele, tudom, hogy kevés a fény, meg fókuszgondok is vannak, de azért talán látni. Ugye, hogyha fekete lesz ez a lap is, akkor ilyen marha jól fog kinézni. Gondolom, felmerül a kérdés bennetek, elnézést, hogy miért nem külön gombokat kapcsolunk, vagy gombokat, és külön sticket martam bele. Azért, mert nagyon sokat keresgettem neten így visen is, meg így mindenféle oldalon. Vannak ilyen szetek, amiket így bele kell így szerelni, belemorogatni egyesével, meg a kart is, csak nagyon nehéz találni olyat, amelyik jó minőségű. Oh, igen. És az a nagy gond, hogyha kifogsz egy szar minőségűt, az ilyen pontatlan, ilyen nagyon szar, meg még ráadásul, hogyha elszarja magát az egyik gomb, és mégse jó, akkor ugye rendelhetsz, vagy szerezzél még egy gombot valahonnan, mert pont annyit adnak a szedbe, ami kell, és akkor nem tudsz szerezni. Akkor, hogyha nem lesz jó, ugye, mivel azt forrazgatni kell, akkor szét kell barmolnod az egész berendezést, és akkor újra nekiállni, szerelgetni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen valami jó minőségűt, ez a márka, ez elvileg, ez frankó minőség. Várjátok egy pillanatra, most leraklak benneteket ide, úgyhogy sötét van. Ja, itt van a doboz, a közben idehoztam, na ez a márka. Elvileg ez egy jó minőség. Bondika is megerősítette, pedig ő nagyon vágja. Szerintem, meg egyébként beszéltem jó pár emberrel, azt mondták, ez frankó, ezzel nem lesz gondom. Ja, úgyhogy itt tartunk, nem sokára fóliázunk, aztán hajrá. Na srácok, meg is érkeztünk Zalaegerszegre. Megyünk a Graffiti stúdióba, ahol ki fogják nyomtatni nekem a kabinetnek a dizájnját. Egyébként, hogyha régebb óta követed a csatornát, az Army Ventónak a matricázását is ők csinálták. Nagyon kis rugalmas cég, meg nagyon kellemes. E-mailbe egyeztettem velük, elküldtem a dizájnt, elvileg be is fűzték már a cuccot a gépbe, és mondtam, hogy szeretném felvenni, és ebben is benne voltak, hogy felvehetem gyakorlatilag a folyamatot is, hogy készül, hogy meg tudjam mutatni nektek.
cégnek a linkjét lerakom a leírásba, de tényleg nem reklám akar ez lenni, mert fizettem a dologért, meg az Army Ventures utcért is fizettem, viszont annyira ilyen családias, meg ilyen kis kellemes, meg tök jó fejek, hogy szerintem, hogyha itt a környékbe laktok, akkor érdemes velük bármilyen dizájnt csináltatni, nem is túl drágán dolgoznak, tök tényleg e-mailbe el tudtam neki küldeni az anyagot, meg is tervezik, hogyha kell, reklámanyagokat, meg dekorációt, mindent csinálnak. Na, meg is érkeztem, itt van a stúdiójuk, ott a kapubajárónál, a Giroszkával szemben, aki úgy jobban ismeri, és mindjárt beretjük, aztán megnézzük, hogy készül. Na srácok, 99%-os stádiumban van a projekt, úgy gondoltam, hogy akkor itt végig veszük tovább, most nem nagyon tudok adni, mert karácsony van és be van zárva minden, nem tudok venni hozzá már semmit. De igazából használható egy-két ilyen nagyon-nagyon apróság, ami még nem ártana. Felső rész ugye üveg, ezért átlátszó, belül megvan 6 darab ilyen LED panellal világítva. Ez így néz ki, a dizájnt megmutatom, így oldalról próbálom, egyben nem fog beleférni, hát ugye kerilekek és dinoszauruszok stílusú az egész kabinet, egy ilyen, de lehet, hogy vágok be róla képeket a videó végére, ilyen jobbakat, hogy azt így lehessen látni. Ugye Capcom matrica, dizájn körbe, piros üveg, vagy pirossal kimaszkolt üveg, és egy darab, ugye ez a stick került bele, ezt csak az előbb raktuk ide, amikor megcsináltuk az elejét a videónak a Sanyival ugye. Na, most ugye Mortal Kombat fut rajt, de gyakorlatilag korlátlan számú játékot lehet rajt játszani. Annyival kibővült az egész projekt, de ehhez kapcsolódik is az, hogy ez miért csak egy van. Egy azért van csak egy, mert igazából még egyet rá lehet dugni, mivel ugye számítógép van, mert akármilyen kontrollert később veszek, vagy bármit, egy joyt, akármit rá tudok dugni. Viszont még egy kicsit kibővítettem a projektet azzal, hogy ide szépen fel lehet pattintani az aktuális konzolt, és azt is rá lehet dugni ugye, külön a gépre, és akkor lehet váltani, hogy arcade játékokat akarsz, vagy konzollal akarsz játszani. Meg még ráadásul még azt is megcsináltam, hogy a főszámítógépemet is rákötöttem egy másik bemetre. Így új játékokat is lehet játszani vele. Ilyen mindenféle, mit tudom én, akármit, most nem Call of Duty-ra gondoltam, hanem újabb arcade jellegű, vagy platform játékokat is lehet tolni vele. Úgyhogy nagyon-nagyon összetett lett az egész projekt. De az a lényeg, hogy az arcade vonalon, ugye ez az MOM ugye, emulátor van rajt, linkelem a leírásba, egyébként ezt akárki fel tudja dobni a gépre, és le tudja tölteni az eredeti romokat hozzá, amik ugye futottak az arcade gépeken, és azokkal lehet játszani, tehát nem ilyen után gyártott lófaszok, meg ilyen böngészős játékok, hanem gyakorlatilag ugyanaz, ami éppen ott futott. Ami a rendes játékgépen azzal ment. Úgyhogy nagyon szuper, nagyon izgatott vagyok egyébként. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen még akkor ki is fogjuk próbálni ebben a videóban. Na, amik még hiányoznak, ide még kellene
ott belátni egy diszlét, oda kellene még egy diszlét, meg ezt körbe kell még szegnem, szintén diszléttel, de azt azért nem tudtam megcsinálni, mert még ki kell mennem néha az üveget, mert képzeljétek, nincs távirányítóba elem a tévéhez, és akárhányszor bekapcsolom, mindig AV-re, meg éppen az aktuális bemenet között nem tudok váltani. Na, volt egy nézőm, nem jut eszembe a neved, pedig már régen nézőm vagy, felvetette, hogy miért katód sugárcsöves diszplét raktam bele, és miért nem LCD-t. Képzeld el, hogy vettem én egy LCD diszplét is, egy ekkorát. Nagyon nehéz volt találni, mert 4x3-as kellett, úgyhogy igen, egy 24x-os LCD monitort vettem hozzá, amit utána el is adtam, mert rájöttem, hogy nem autentikus. És tudom, hogy ugye szebb képet ad egy LCD, meg tudom én, jobban nem bántja annyira a szemet, meg mi ilyesmi. De ugye ez az autentikus, hogy benne van a katód sugárcső. Ezt lehet, hogy ha fiatalabb vagy esetleg, akkor ezt hogy annyira nem vágod, hogy ezek hogy épültek fel, ezek az ilyen kabinetek. De ez nagyon fontos, hogy ugye benne a katód sugárcső, az úgy autentikus, hogy úgy játszasz rá. Ja, hangszórok belettek körbe, meg minden csúra jó dolog. Na, akkor próbáljuk ki, és mivel kerilekek és dinoszauruszok stílusú lett, ezért akkor egy olyan játékkal. Ja, egyébként baromi jó lett a matrica, még egyszer köszönjük a Graffiti Stúdiónak, Zalaegerszegen, baromi jó lett, könnyű volt felhelyezni is egyébként, egy kefével megkezdett, szépen fölrakosgatod, nem egyáltalán nem bonyolult. Ja, vágjunk bele, picit játszunk. Amint látjátok, így néz ki egyébként az emulátor magán ezen a kabineten. Ugye itt lehet, ide lehet feltöltögetni a különböző romokat, és itt lehet ugye kiválasztani, amelyikkel akarsz játszani. Most például a Cadillacs and Dinosaurus-t fogjuk kiválasztani. Szépen elindul, és akkor veretünk vele egy hatalmasat. Hát úgy gondoltam, hogy egy darab 20 forintost fogunk, egy darab kreditet fogunk eljátszani, mert ameddig elviszem, azt meglátjátok, hogy igazából milyen stílusú ez, meg remélem azért néhányan fel is ismeritek ezt az egészet. Remélem nem túl hangos lesz, de iszonyatosan. Egyébként ugye ez a játékhoz készült a kabinet, ebben a stílusban, ennek a játéknak a stílusában. Gondolom ez már mindenkinek leesett, nem tudom miért beszélek ennyit. Na! Akkor vágjunk bele egy 20 forintost. Van külön ugye gomb, dedikált gomb arra, hogy beledobunk egy 20-ast, és akkor utána verethetjük is. Kiválasztjuk a karakterünket, hogy kivel akarunk. Én mindig a Mustafával szoktam veretni. Egyébként ez talán a harmadik vagy negyedik árkád játék, amivel játszottam életembe, de retteltesen szeretem. És Mustafával megyünk. Egyébként ezeknek a 80-as, 90-es évek árkád játékainak mindig ilyen elborult története volt. Hogy kerilekek és dinoszauruszok, mert már miért ne? Megnézzük egy 20-assal, meddig tudjuk elvinni. Nagyon régen játszottam vele, tegnap kipróbáltam annyi. Imádom. Egy csomó ilyen nem kombó, hanem ilyen speciális mozdulat ugye előhozható. Karaktertől természetesen ugye tud ugrani, meg akkor az ugrást kombinálva különböző mozdulatokat tud csinálni. Csomó felszedhető tárgy, fegyverek, arany, pont, minden is. Igen, ez a futás és ugrás kombó, ez egy nagyon jó dolog. Hoppá. És egyébként mondhatjátok, hogy ez egy ilyen pénzkidobás volt, hogy ilyen játékokon játszottunk, de gyakorlatilag nem nagyon lehetett máshol hozzáférni ilyen minőségi játékokhoz, csak a játéktermekben. Meg nem csak a játéktermekben, hanem szinte az összes kocsmában is presszóba voltak ilyen arcade gépek. És ugye a fiatalabbaknak mondom, hogy a régebbi arcade gépek, ez ugye egy boss fight, ugye elég gyakran, vagyis minden pálya végén
szokott lenni egy boss fight. Néhány pályán ugye szoktak minibosszok lenni. És na annyit kell tudni róla, hogy ugye egy ilyen kabinet az gyakorlatilag egy játékot tudott, egy ilyen hardware, egy darab, de megvertek. Egy darab játékot bírt elfuttatni, annyi volt a képessége, romokat szokták cserélgetni bennük, de nagyon sokszor nem, mivel egy bizonyos dizájnnal megáldott kabinet, be gyakorlatilag élete végéig, ha lehet így mondom, beszélni egy kabinetről, élete végéig ugyanaz. Mamba Jamba! De imádta ezt a játék a gyerekek. Élete végéig ugyanaz a rom futott rajta, ide-oda vitték esetleg egyik játékteremből a másikba. Na, következő pálya! És ha belegondoltuk, azért jó, 20 forint régebben, 90-es évek elején nem annyi volt, mint most. Talán annyi volt, mint egy 100-as most. Viszont azért 100 forintból elég sokáig el tudtál játszani, főleg, hogyha azért ügyesebb vagy. Az apád, hát, ügyesebb voltál. Ugye általában dinoszauruszok nem támadnak minket, van amikor igen. Ó, hogy az... Azt hiszem default két darab életünk van. De lehet szerezni bizonyos pontszámot, azt hiszem elérsz, akkor szerzel életet. Egyébként, hogyha itt ezeket a nagy darab állatokat nem verem meg, akkor ezt a hatalmas dinót meg felébresztik, ami nem túl baráti. Juhaj, nagyon imádom! Következő főbossz lehet, hogy még meg lesz, de nem biztos. Régebben elég sokáig el szoktuk vinni, egy darab 20-assal be szoktunk menni, szabadulni egy játékterembe, akkor is tök sokáig el voltunk. Egyébként, amikor legelőször játszottam egy játék, a játéktermi játékkal, akkor alsó tagozatos általános iskolás koromban volt. Bocs, hogy ordítok, de nem tudom, hogy mennyire hangosan kell beszélnem, az elem mennyire nyomja el. Alsó tagozatos koromban volt, és egyik ismerős, vagy osztálytársammal talán dobtuk össze Vágó Balázzsal a 20 forintost. Tudjunk játszani. Na ez egy ilyen miniboss például ezen a pályán, ez nem boss, hanem ilyen miniboss. Ezek általában azért figyelni kell rá, mert csúnyán tudnak várni velünk. Itt nem kellene meghalnunk. Ez egy nagyon felesleges halál lenne. Jó. Már csak azért, mert mindjárt fel tudunk venni életet. Imádom gyerekek, komolyan, én egy ilyen árkád játékkal annyit, mennyit el szoktunk játszani, órákig el szoktunk vele játszani. És gyakorlatilag a számítógépes vagy videójáték élményem, mondhatni ezek voltak a legelsők, mert amikor ugye én voltam ilyen fiatal, akkor hát a konzoloknak a képességei azok retteltesen a békaseggel alatt voltak. És itt jön a következő boss, Butcher. Ez egy elég kemény boss. Itt ez tud meglepetéseket okozni. Meg az a gond ugye, hogy amikor boss fightod van, akkor általában nem csak a bosszal kell szenvedned, hanem ugye jönnek a különböző addok is, normál monsterek. Hoppá, ez nem akartam felvenni ezt a fegyvert. Ne! Jó, elég jól tartjuk magunkat. Ó, nem kell volna!
Van egy ilyen nagyon speciális mozgásforma, hogyha két gombot egyszerre lenyomod, a két akciógombot, az ugrást és az ütést, akkor annyi történik, hogy akkor egy ilyen pörgőrugást rúg Mustafa például, viszont a saját élete is fogy tőle, ami nem baráti. És ott kis dagikba szokott kaja lenni, ami ugye HP-t ad, azokat érdemes megölgetni. Ott a kaja, pont 0 HP-n volt. Ez egy kemény a szituáció, ugye meghalunk. Eléggé ott kell lenni a multitaskingba, ugye egy csomó ellenfélre figyelni egyszerre, te. Nagyon kevés HP-ja van a bossnak, ugye jó lett volna. Ugye a következő pályát full HP-val kezded, úgyhogy és igen, bedurult. Meg volt, gyerekek, 0 HP-val, bazze! 0 HP-val levertük. Úgyhogy egy darab életet még nem vesztettünk. Mehetünk a következő szintre. Még mindig egy darab 20-asból játszunk. Hú, és ez a szint, ez nagyon érdekes. Mivel itt lehet autóval menni. Nem muszáj. Mazohisták választhatják a gyalogos módszert is. De miért menjünk gyalog, ha lehet egy kedilekkel szágoldozni, egy páncélozott kedilekkel, gyerekek? Úgy tudod előhívni a kedileket, hogyha itt ezt felveszed ezt a rádiót, és akkor haverod hozza, ha jól emlékszem, Steve Mustafának, és akkor innen. Ugye itt, hogyha gyalog megyünk végig, akkor ezekkel az ellenfelekkel végig találkozunk. De inkább úgy döntöttünk, hogy autóval elgázoljuk az összeset, és egész a bossig tudunk menni kocsival. És a boss-t is meg lehet ölni autóval, ha ügyes vagy, de általában nem vagy olyan ügyes, mert dobálja a gránátokat, és nagyon könnyű lesebződni. Főleg, hogy mögén került, hogy ez nem szeressük. Na hát ezt 100-ból egyszer, hogyha összehozod, hogy pont mögé kerüljen. Na. Itt meg az egy jó tactics, hogy elég hamar megölöd az addokat, a normálokat, mert fegyverek vannak náluk erőszeretettel, és azért tudsz alkotni. Ébaz. Hülye voltam. Ugye itt ilyen gránát kerülgetés, azt láttátok ezt a csávót? Ez nagyon köcsög volt. És a sörétes lesz, a jó. Mert az nagyot sebez, a sörétes. Megvan a következő is, egy darab 20-as még mindig, és életvesztés nélkül. Hát ezt nagyon imádtam, éltem ezt a játékot, gyerekek. És 11 perce megy ez a szegmens a videónak, amióta játszunk, és hogy belegondoltuk, azért elég sokáig el lehetett játszani. Természetesen, amikor már rádobtál a következő 20-ast, akkor már nem tudtál eddig, vagy ilyen sokáig játszani, mert ugye egyre erősödik, természetesen nehezedik a játék. Ez az. Ó, te fiú, ezeket úgy utálom, ezeket a berohanó ellenfeleket. És egyébként mindig vita volt, hogy ki kivel legyen. Mert hát nem egyedül mentél a játékterembe, hanem a haverokkal, az osztálytársakkal, a barátaiddal. Mindig vita volt, hogy melyik karakterrel szeretnél lenni, mindenki Mustafával akart egyébként lenni. Na, Mustafa az azért kemény gyerek. Hoppá, és az első, ha látjátok, az első boss általában berakják minibossnak, később már. Mondjuk, hogy normál ellenfélnek, de hát távol áll a normál ellenféltől, mert a képességei ugyanolyanok, mint a mikor boss volt az első pályán, ott az a nagy darab állat, csak lényegesen kevesebb, ne hallod előtt, hol van.
lényegesen kevesebb HP-val rendelkezik. De azért bírja. Elnézést, egyébként rettenetesen meg vagyok fázva. Ó, oh, plusz egy élet, gyerekek. Elértem az X-pont, nem tudom, 500 pontot. Kaptunk még egy életet, úgyhogy hát... A következő boss nem kell megvernünk, mert az egy rémálom. Szó szerint. Ez egy nagyon brutális boss. Ú, elnézést, nem jött egy kőgő rohan szerint. Igen, hogy rossz gombot nyomok. Tudjatok, gyerekek. Ezt most a kövögést miatt elcsesztem. Nem szoktam így ráfogni semmire. Béna vagyok. De ezt a kövögést miatt csesztem. Meg jó lett volna még egy HP. Figyeljetek a trükköt, hoppa. Meg akartak szivatni egy kis köcsögöt. Na gyertek, nem vagytok? Hú, de jó fegyver! 16-os, nagyon kéne. Nem vagyok boldog, hogy... Szándékosan eldobtam. Ezt elrakjuk későbbre, mindjárt itt van a boss. Ezt adunk neki az agyának, jó? Ez egy nagyon nehéz boss egyébként. Szerintem az egyik legnehezebb. Iszonyatosan gyors. Igen, ez halál. Ez valószínű, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Főleg ennyi év távlatából. Óra. Tudtam. Borzalmasan kiszámíthatatlan köcsög ez a boss. Nulla HP! Nem hiszed el! Egy darab 20-as! Hú! Jöhet a következő. Ez kemény volt gyerekek. Ajaj. Ugye, hoppa. Baj lesz. Van egy izé, van egy köcsög repülő dino is. Ez nem kicsit szivatja az ember. Új, na, nem sok HP-ja volt, hál' Isten. Viszont minket jól leszettek. Nem kéne megütni a zöldeket, mert akkor lesznek morcik. Jaj, ne! Jaj, ne! Ó, te fiúk! Fölkelt a nagy darab. Jó. Meg utolsó HP, ugye egy utolsó élet egyet szereztünk. Jó. Meg vagyunk. Bazuka! Itt egy bazuka.
Ajjajajajajajaj. Szörnyen, szörnyen, halálos. Hát meg ugye igazából szerintem az alapellenfelek is egyre gyorsabban mozognak, hogy én általában így észre szoktam venni. Ne érezd olyan jól magad tényleg. Vigyük a granátot. És megint itt van az első pálya endbossza, mint miniboss. Te fiú! Te fiú! És megkéseltek gyerekek. És az ikonikus continue képernyő ugye, hogy kéri, hogy dobd be a következő 20 forintosodat, és hogyha nem tudtad felváltani 20 másodperc alatt a zseppénzedet 20 forintosokra, akkor nem tudtad. Nem tudtad rádobni, és akkor az lett a vége, hogy lelőttek minket. És beírhattuk a nevünket a legelső helyre. És Atit szoktam beírni, úristen. És az Atit beírhattad, és akkor így láthatták a ranglistán, hogy Ati az királygyerek volt, a legtöbb pontot szerzett a játékban. Na, srácok, igazából akkor ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy végig szenvedtétek ezt a 20 percet is, amíg egy darab 20-asban elvittem, ilyen sokáig, aminek elég örülök, mert tényleg, szerintem egy olyan 20 sok éve játszottam ezzel a játékkal. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, csumi, cső!